Üdv mindenkinek! A következő percekben a tébai mondakör legfontosabb történéseivel, eseményeivel és szereplőivel fogunk megismerkedni. Azért szánok egy külön videót ennek a témának, mert akármelyik Szofoklész drámát fogjátok is órán elemezni, vagy akármelyiket is olvassátok el. Ahhoz, hogy az abban lévő eseményeket megértsétek, és elemezni tudjátok ezeket a drámákat, tisztában kell lenni a tébai mondakörnek a lényegével, a legfontosabb eseményekkel. Tehát ezt fogjuk most röviden áttekinteni. Ahogyan arról már korábban a trójai mondakörről szóló videóban esett szó, mondakörnek az egymással összefüggő mitológiai történeteknek egy csoportját nevezzük. Ezek általában egy városhoz kapcsolódnak, vagy egy mitológiai szereplőhöz. Ez esetben téba városához kapcsolódnak a történetek. Pontosabban téba városában zajlanak a legfontosabb események, illetve másik közös szál, pedig az, hogy a labdakidáknak a történetéről van szó, a labdakidák családjának egyébként nagyon megrázó és nagyon szomorú történetéről van szó ebben a mondakörben. Na de tekintsük is át, hogy kik a szereplőink. Ugye a labdakidáknak hívjuk őket, ez nagyon egyszerűen annyit jelent az, hogy labdakida, hogy labdakosz leszármazottja. Ugyanis a, az egyik fő szereplőnknek, Lájosznak, aki Téba királya volt, az apját hívták Labdakosznak, és az ő családjának a történetéről van szó. Tehát Tébában járunk, ez egy görög városállam, ahol Lájosz és Iokaszté uralkodik. És Lájosz még korábban, ez egy messzire vezető történet, szóval az az lényeg, hogy egy átok következtében egy olyan szörnyű jóslatot kap, hogy az Iokaszté bal születendő, vagy jokasztétól születendő gyermeke, az meg fogja őt ölni. Tehát, hogy az ő közös gyermekük az meg fogja ölni az apját, és a saját anyját fogja feleségül venni, és gyermekeket is fog nemzeni a saját anyjával. Na most ez egy olyan borzasztó jóslat. A vérfertőzés meg a görög mitológiában is tabu, pedig ott azért vannak fura dolgok, de hogy ez egy olyan elborzasztó jóslat, hogy nagyon sokáig önmegtartóztató életet élnek, is és Jókaszti, hogy nehogy véletlenül gyermekük fogadjon, de aztán egy alkalommal Jókaszti borral részegíti a férjét, és végül mégis a gyermeket nemzenek. És születik is egy kis kisfiú, akinek a bokáját át szúratja Lájosz, az apja, és ahogyan ez a görög mitológiában lenni szokott, ahogyan például Párizszal is megtörtént, odaadja egy szolgálójának, hogy ője meg, ami ez azt jelenti, hogy tegye ki valahol a hegyre, és hagyja sorsára. De ahogyan az már lenni szokott az ilyen mitológiai történetekben, a szolgálónak megesik a kisbabán a szíve, nem öli meg, hanem odaadja egy, egy pásztornak, aki pedig elviszi Korintoszba, tehát a másik fontos helyszínünk az Korintosz, ahol Polybosz és Meropé, Polibosz a király, Meropé a felesége, és ők viszont nagyon szeretnének gyereket, de, de valamiért meddő a házasságuk, nem születik gyerekük, és így odaadja nekik ez a pásztor a kis csecsemőt, Oedipus, és Oedipus innentől kezdve Korintoszban nevelkedik, mint korintoszi királyfi. Tehát, tehát ezt a várost tudja az otthonának, és poliboszt, illetve meropét gondolja a szüleinek. Aztán egy lakomán, egy részeg vendég, részeg mámorában talál gyereknek, vagy más néven fattyúnak nevezi őt, és ez szögetült oidipusz fejébe szeretni megtudni a származását, szeretni megtudni, hogy ki ő, kik a szülei, ezért elmegy delfolyba és ugyanazt nem sikerül megtudnia, hogy honnan származik, tehát a származásáról nem kap információkat, de megkapja ugyanazt a jóslatot, amit annak idején Lajos tudnélik azt, hogy meg fogja ölni az apját, és a saját anyjával fog házasságra lépni, és gyermekeket nemzeni. Ez természetesen oedipuszt is elborzasztja, és mivel poliboszt és meropét hiszi a szüleinek, ezért gyakorlatilag azonnal elmegy Korintoszba, hogy még véletlenül se teljesítse be ezt a borzasztó jóslatot, és elhagyja a várost. várost. Útközben egy hármas találkozásnál összetalálkozik egy kocsival, amin egy idős úr ül, szóváltásba keverednek, és odaig fajul a dolog, hogy Oedipus megöli ezt az idős urat, és egy kivételével az összes szolgáját. Aztán tovább haladva Téba, Tébához közeledik, amit a Sphinx tart rettegésben, tulajdonképpen áldozatokat kap a várostól folyamatosan, és rettegésben tartja az embereket, és föltesz neki egy találós kérdést, és azt mondja, hogy ha ezt megfejti, ha erre megmondja a helyes választ, akkor megkegyelmez tébának. És ez a találós kérdés úgy szól, hogy mi az, ami reggel négy, délben kettő, este három lában jár, és akkor a leggyengébb, amikor a legtöbb a lába. És Oedipus helyesen válaszol a, erre a találós kérdésre, és rájön, hogy ez az ember ugye a csecsemőkor, a felnőttkor és az öregkor erre utal ez a találós kérdés. Oedipus tehát megmenti Téba városát, a városiak pedig hálából nekiadják Téba trónját és a halott király özvegyének, Iokaszténak a kezét. Hiszen mondanom sem kell, hogy az az idős úr, akit az útelágazásnál megölt Oedipus, az Lájosz volt Téba királya. Így tehát mindenkinek a a törekvés ellenére beteljesedik ez a borzasztó jóslat. Oedipus feleségül veszi saját anyját, Iokasztét, és négy gyermeket nemzenek ebben a vérfertőző házasságban. Két fiút, Eteoklészt és Polüneikészt, és két lányt, Antigónét és Iszménét. Aztán az történik, hogy egy dögvész sújtja Téba városát, és nagyon sokan meghalnak, tehát egy borzasztó sorscsapás éri a várost megint, és Teresziász, aki egy vakjós, és több, több műben is szerepel, drámákban is, illetve az Odüsszeljában is szerepelt ő, ha emlékeztek rá. Tehát Teresziász a Jós azt mondja Oedipusznak, hogy, hogy köze van a dögvészhez, ő az oka a dögvésznek, ami a város sújtja, és addig nem is lesz vége ennek a sorscsapásnak, amíg Lajos király gyilkosa meg nem bűnhődik. És ekkor Oedipus, mint jó király, mindent megtesz azért, hogy megtalálja Lajos gyilkosát, nyomozásba kezd, és szép lassan rájön, hogy ő maga a gyilkos. És ekkor döbben rá a szörnyű valóságra, hogy a saját anyjával él házasságban, hogy a gyerekei azok egy vérfeltőző názból születtek. És jó azt és ekkor döbben rá arra, hogy valóra vált a jóslat, és őt az annyira sokkolja, hogy ő öngyilkos lesz. Oedipus pedig megvakítja magát, és elhagyja Téba városát. A két fia az ellene fordult, ezért megátkozza őket, és azt mondja, azt, mondja azt, az átko, azt az átkot mondja rájuk, hogy egymás kezétől fognak meghalni. És a két fiú eh, először próbál mindent megtenni, hogy ez az átok ez ne teljesedjen be, és abban maradnak, hogy fölváltva fogják majd, fognak tébában uralkodni, de Eteok Lészmánda az első év után felmondja ezt az egyességet, kész és polünei Polüneikész Tébából, ő pedig ö, sereget gyűjt, és a saját városára támad, tehát polüneikész megtámadja Tébát, és ahogyan Oedipus átka mondta, végül egymás kezétől esnek el. És ö, Ugye itt kezdődik majd az Antigónénak a cselekménye, de ez már egy másik történet. Röviden ennyi lett volna a tébai mondakör. Sziasztok!